Zajácz D. Zoltán 25 évet töltött a médiában, dolgozott televízióban, Nyíregyházán, kereskedelmi rádiókban és több vidéki lap főszerkesztője is volt. Régi vágya volt, hogy írjon, de erre korábban nem jutott elég ideje. Az általános iskola 5. osztályába járt, amikor nyert egy novellaíró pályázaton, a krími írás ötlete pedig 13 évesen egy zánkai táborozás után született meg a fejében. Ám az első regényére évtizedeket kellett várni. Mivel a trilógia első kötete, a Véres Balaton nagyon sikeres lett, a kiadó javaslatára készült el a második rész, a Haragos Balaton. Nem megírni nehéz egyébként, kitalálni. Tehát ugye a kriminél egy eredeti sztorit kitalálni, egy olyan bűntényt, amit aztán logikusan szépen majd vissza lehet ugye fejteni a nyomozónak és összerakni deduktív módszerrel a kis tükörcserepecskéket. Tehát egy eredeti ilyen logikai történetet kitalálni, az akár egy-két év is lehet. És ahhoz képest meg lehet írni 4-5 hónap alatt. Tehát mindig mondani szoktam, hogy nem az a nagy cucc, hanem kitalálni egy sztorit. Meg én szerencsés vagyok, egyébként nagyon könnyen írok. Tehát ez nekem nem görcsölés, így leülök, és akkor jön belőlem. A sztori 1981-ben játszódik, igazi magyar retro történet. A második regényben még több irányba indul el a cselekmény, mint az első részben. Ez adja a könyvek dinamikáját, ezért is könnyű olvasni őket, mert a sok rövid fejezet a helyszínek, a nézőpontok váltakozását követi. Ezáltal titokzatosabb, fordulatosabb is a regény, amelyben Zajácz D. Zoltán klasszikus nyomozói eszközöket alkalmaz. A szerzővel Kovács Dénes beszélgetett a nyíregyházi bemutatón. Én nem krimi rajongóként, kíváncsi olvasóként kezdtem el olvasni, és azt kell mondjam, hogy először az Véres Balatont olvastam, mert az az első, még ha a fő téma a második, a Haragos is lesz, és nagyon tetszett, és rögtön előkaptam a másikat, és az meg még jobban tetszett. Úgy voltam vele, hogy én azokat a könyveket szeretem, amik olvasmányosak. Ez olvasmányos, jó karakterek, multidéző, sok fordulat van benne, tehát egy olyan könyv, amit én nagyon szívesen olvasok, és ha nem is fogok én krimikre váltani, de hogy minden Zajácz D. Zoltán könyvet elolvasok, az biztos a jövőben. Az első két kötet sikerének köszönhetően a kiadó felkérte a szerzőt, hogy írja meg a harmadik részt is, ami várhatóan szeptemberben jelenik majd meg, Dermesztő Balaton címmel. Zajácz D. Zoltán tervei szerint készül egy nulladik rész is, ami a történet előzményeit fogja feltárni.